cseréről értekezik a baloldal, alpári stílusban. Igaz, az ország közben a baloldal cseréjéről értekezik, 30 éve. Szó volt róla 1990-ben, 94-ben, 2006-ban, 2010-ben is új esély volt egy szociáldemokrata oldalra. És hogy sikerült-e? Olvassák el a baloldali sajtót. Pofátlan aljasság, minden határon túlment a klubrádió. Kiakadt, Gyurcsányt felháborította a 2006-os felelősségének kérdése. Bűnös, lesz-e következménye Fekete Győr elítélésének? Jó estét kívánok, köszöntöm a Vezércikk ma esti nézőit. Hallhatták, olvashatták, a lotya szájú odaállt a baloldali liberális parlamenti többség elé 2006-ban, és megkérdezte, folytassa-e. Aztán kinézett a parlament ablakán a tömegre, és belemondta a kamerába, hogy majd megunják, hazamennek. És ma, ha valaki felelősségvállalásról kérdezi, kikéri magának. Vannak, akiknek más fogalmaik vannak a felelősségvállalásról, például nekik. Bencsik András, aki szerint a roller megfürdetése sem segített Fekete Győr András karrierjén, de elítélt politikusként már semmi sem segít rajta. Mócár Gábor, aki azt gondolja, hogy Fekete Győr András nem fog lemondani, és el fog indulni a következő választáson is. És Maráz Ágoston Sámuel, aki úgy véli, hogy Arató András írása után jó érzésű ember nem megy be többé a Klubrádió stúdiójába. Szervusztok, jó estét, köszönöm szépen előre is a ma esti közösen gondolkodást. Tehát vannak olyan ügyek, amikre, hogy mondjam, méltatlanságuk okán talán nem is feltétlenül kellene, hogy választ adjunk, de nem tehetjük meg, hogy elengedjük lábjegyzet nélkül, és hagyjuk teret nyerni ezeket az ügyeket. Arató András k***ák cseréje. Ezzel az alpári címmel jelent meg publicisztika Novák Katalin és Varga Judit lemondásáról a Klubrádió honlapján. Hétfő délutára már bútorok cseréjére változtatták az eredeti címet, sőt még az URL-t is átírták. Az internet azonban nem felejt, a Google keresésekben is jól látszik az eredeti verzió. Van persze újabb fordulata ennek az ügynek, mert hogy mostanra levették ezt a cikket a Klubrádió oldaláról, Arató András bocsánatot kért. Tehát a kérdés, hogy őszinte bocsánatkérés lehetett ez? Teljesen mindegy, hogy őszinte vagy őszintétlen a bocsánatkérés, nyilván megrémült a saját cselekedetétől. Ez a cselekedet elfogadhatatlan, ez rettenetes, és sok szempontból elfogadhatatlan, de ez a primitív, kocsmai szintű, himsoviniszta ugatás, amit ő megengedett magának, ez semmilyen szempont. Tehát én nekem az a véleményem, tudom, hogy Magyarországon is, ma már az a gyakorlat, hogy a nyilvánosságban az szerepel, aki akar, mert a mobiltelefonjára rámondja és föltesz az internetre, az már nyilvánosság. De valahogy azért ki kéne ezt nyilvánítani, hogy ez az Arató András nevű ember, ez semmilyen szempontból a legcsekélyebb mértékben sem felel meg annak, ami a köz megszólaláshoz tartozik. Ez az ember alulmúlhatatlan, ocsmány, primitív és undorító megjegyzést engedett meg magának. Ugye az egyik baloldali sajtótermékben megjelent az az írás azzal a címmel, hogy a Fidesz média megtalálta a kegyelmi botrány vélt ellenszerét, a Klubrádió, nem idézem, a véleménycikke az, nem biztos, hogy megértették a problémát. Tehát az a mindenki tisztában van, hogy ez a véleménycikk, vagy ennek a léte nem léte nem ülteti vissza az elnöki székbe Novák Katalint, és az EP lista élére se kerül vissza Varga Judit, csak azért ugye a baloldal látja úgy a világot, hogy mindig az egyik oldal cselekedeteinek inverzét keresi, a jobb oldala pedig az egyenlő mércéket keresi, hogy társadalmi kohéziót teremtsen. Így van, szerintem három következmények kellene, hogy legyen ennek a botránynak. Az első következmény az, hogy jó érzésű ember többet nem megy a Klubrádióba. Tehát a baloldali politikusokat innen is szólítsuk fel, hogy ne járjanak oda többet. Ennek következménye kell, hogy legyen. A másik, hogy Arató Andrásnak a kötelező minimum volt a bocsánatkérés, de én a helyébe lemondanék minden tisztségéről, a Klubrádióban betöltött tisztségéről. Ha nem mennek oda a baloldali politikusok, akkor nem megy oda senki, tehát nem is lesz mit irányítani.
És harmadrészt pedig hívjuk fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy micsoda különbség van a hibákért vállalt következmények a jobb oldalon, és a bűnökért, a következmények nélküli bűn elkövetés helyzete a bal oldalon. Ismételten bebizonyosodott az a tétel, hogy ez így van. Gyurcsány Ferencről már hallhattunk, és hosszan sorolhatjuk a baloldali politikusokat, akik semmit nem tettek, amikor kiderült, hogy bűnt követnek el. Egy olcsó bocsánatkérés az nem lehet elegendő. Talán még szólítsuk fel Donát Annát, hogy a benne lévő dinamikát a Klubrádió ellen fordíthatna. Egy kicsit más szállat is hagynyisak a beszélgetésünknek. Kobza Miklós Magyar Nemzetben megjelent véleménycikkéből azért csak, hogy az ügy origójához visszanyúljunk, amin keresztül majd itt az Arató András véleménycikkét is értelmezzük. Egy mondatot idézek, tehát még egyszer Kobza Miklós írásából. Tegnap még Bite Zsoltokkal haverkodtak, ővele pacsisztak és őt oltalmazták. A személyes laptopján 1000-nyi pedofil felvételt, mint valami féltett kincset őrizgető új kommunista jámbor aktivistát simogattak és mentegettek. Gyorsan változik a hozzáállás politikai érdektől függően. Nagyon gyorsan változik, és a pozíciójukat elvesztő, lemondó, kiemelt politikusok, mert valljuk be, Novák Katalin és Varga Judit is egy nagyon pozitív és markáns színfoltja volt a magyar politikai életnek, tehát a kormány oldal népszerűsége a cselekedeteken túl, azért ennek a két emblematikus, nagyon határozott és intelligens, sok szempontból az emberek szívéhez jól eljutni képes politikus nőtől is nőhetett. És miket mondhattak rájuk az ellenzékben, a kormány ellen gyűlölködve, vagy a konzervatív polgári elők ellen gyűlölködve, hogy abban a pillanatban, hogy ők eltávoztak a posztjukról, egy ilyen fék és kontroll nélküli ocsmány dolog szaladt ki a szájukon, mert ezek nem történnek meg véletlenül. Tehát nem lehet ilyet véletlenül leírni, mert hogy éppen a bútorokat akarta volna, csak más enter gombot nyomott meg, vagy nem törölte vissza rögtön, és állítólag egy pár perc múlva már kicserélte. Tehát egyrészt az emberi méltóságot nem tisztelik, a politikusi méltóságot nem tisztelik, ami egyébként a polgári konzervatív oldalon megvan, abszolút megvan, mert láthatjuk azt, hogy minden egyes számonkérés és eljárás alatt is azért az emberi méltóságában soha senki úgy ki nem forgatta és meg nem vetette azokat, akik ellen az eljárás szólt, bár szólna több eljárás is. És abban a pillanatban, hogy ez pozícióvesztett állapotba kerül, ez a státusz, akkor rögtön, mintha nem is emberek lennének. És van bennek egyébként szerintem egy másodlagos sugallata is, hogy ha az ellenzéki sajtóban bárki következmények nélkül ilyen kifejezéseket tudhat használni egy köztársasági elnökre, aki hölgy, meg egy volt miniszterre, egy EP-lista vezetőre, aki szintén hölgy, akkor tulajdonképpen ők nem a magyar, az ő felfogásukban nem a magyar demokrácia integráns része. És nem kell őket olyan szempontból a maguk emberi méltóságában tisztelni, hanem abban a pillanatban már a szemét ledobon lehúzott, bukott politikusokként meg lehet őket taposni. Nagyon kevés ellen véleményt olvastam az ellenzéki oldalról, Róna Péter, Lukácsi Katalin, talán akik markánsan megszólaltak ebben az ügyben. Én elvárnám Kunhalmi Ágnestől kezdve minden ellenzéki hölgytől, de nem csak hölgytől, itt András, ahogy említetted, mindenkinek meg kéne ebben a dologban szólalnia, mert aki nem szólal meg, az szinkos, mert ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Egyébként biztosak lehetünk benne, a Klubrádiónál nem lesz ennek következménye. Még nagyobbra nyitjuk az értelmezési keretet, és most egy percben meghallgatjuk az ügy egészéről Madarász Lóránc színművész vlogger véleményét is. Szerbusztok, drága barátaim, szép estét kívánok mindenkinek! Magyar lecke románoknak cím alatt jelent meg a minap egy újságcikk, melynek szerzője szerint a román belpolitikában a becsületbeli lemondás már rég halott, talán nem is létezett soha. Bármekkora katasztrófa is történjen Romániában, senki sem érzi magát felelősnek vagy bűnösnek, senki sem hagyja el a jó meleg állását, és senki sem vállal semmiért felelősséget. Pont, mint a magyar baloldali politikusok. Talán ezért tartja a gyurcsányista ellenzéket
ellenzékünk követendő példának Romániát, azt az országot, ahol sorra robbannak fel benzinkutak, kisiklanak vonatok, elevenen égnek el kórházakban betegek, mulatóhelyeken vendégek és öregeket ölnek az otthonokban. Erkölcsi és morális téren, írja cikk szerzője, Románia politikai elitje hatalmas leckét kapott az elmúlt napokban Magyarországtól, amikor is az államelnök és a volt igazságügyi miniszter lemondott egy olyan botrány után, amelyet a román politikusok egyszerűen viccnek tartanának. Kőkemény leckét kaptak Novák Katalintól és Varga Judittól, de sajnos ebből sem fognak tanulni egy szikrányit sem. Szervusztok! Köszönjük szépen, hát ezt az állandó balliberális bezzeg románozás miatt talán érdemes volt ezt a véleményt most e ponton meghallgatni, de akkor térjünk rá a világlátásra, amely a baloldalt vezető Gyurcsány Ferenc sajátja, és amely leghívebben mutatja meg a moralitás és immoralitás közötti rianást a mai magyar közéletben. Novák Katalin lemondása kapcsán hívták be Gyurcsány Ferencet az ATV műsorába. A műsorvezető azt mondta Gyurcsánynak, ő nem vállalta a felelősséget az összödi beszéd után. A DK elnöke erre indulatosan vágta rá, hogy ez nem így van. Ő odaállt a parlament elé, megkérdezte a többséget, kívánják-e, hogy folytassa. Szerinte ez a felelősségvállalás. Vélemény. Jó, volt 18 éve kitalálni egy meggyőzőnek tűnő szöveget a saját alávalóságára és gyávaságára. Gyurcsány Ferencnek a 2006-os terrorakció után, mert az, hogy a rendőröket arra kényszerítette, hogy ártatlan civil embereket megfélemlítsen, méghozzá a 1956-os forradalom 50. évfordulóján, ez egy brutális bűncselekmény volt. Minimum elvárható lett volna, hogy lemond. Tehát nem azt mondja, megkérdezi a frakciót, hogy ugye nem akarjátok, hogy lemondjak, hanem lemond, a francba elmegy. De volt 18 éve, amivel megúszta, és úgy gondolja, hogy ezek szerint ő mindent megengedhet magának, hogy pimaszkodjon is most egy kicsit. Szögezzük le, Gyurcsány Ferenc egy politikai bűnöző, igazából neki börtönbe kellett volna kerülnie, valamiért a magyar jogrendben nem sikerült megtalálni azt a fogást rajta, megúszta ezt a számonkérést, eszébe nem volt morális konzekvenciákat levonni, és most nagy a szája. Hát sajnos ez így van, szerencsére tudjuk, hogy többet árt a saját fajtájának is, mint használ. Ilyenkor azért mindig az embernek eszébe jut az a, azt hiszem még 2006-ban csinált is vele egy interjút a CNN, és mikor a CNN műsorvezetője megkérdezte tőle, hogy elfogadható-e, hogy hazudott, többször megkérdezte tőle, hogy elfogadható-e, hogy hazudott, mindig az volt a válasz, hogy it's much more complicated, ez ennél sokkal bonyolultabb. Tehát egy egyszerű igent vagy nemet nem tudott mondani, de igazából azóta sem tud mondani. Soroljuk fel a három baloldali miniszterelnököt, aki ezt az országot vezette a rendszerváltozás után. Horn Gyulának a pufajkás múltja derült ki, nem mondott le, hanem naésezett. Megyesi Péterről kiderült, hogy titokban, legalábbis nem nyilvánosan a kommunista rezsimet szolgálta, ugye esztétisztként, nem mondott le. Gyurcsány Ferenc pedig átverte a választókat, és választási csalással került hatalomra, ugye azt állította, hogy nem lesz adóemelés, azt lett, és még hosszan sorolhatjuk a vízidítól kezdve az összes átverését és hazugságát. Ami 2006. októberében történt, ha a nézők még emlékeznek rá, az pontosan úgy rendezhető kronológiába, hogy október 1-én elveszítette az önkormányzati választást az ő pártja, tehát a választók megvonták a bizalmat Gyurcsány Ferenctől és az MSZP-től. Utána Orbán Viktor felszólította, hogy 72 órán belül teremtsen tiszta helyzetet, és akkor az alkotmányban megtalálta azt a pontot, hogy kérhet bizalmi szavazást magával szemben a parlamentben, erre hivatkozik most ő. Ez nem az ő felelősségét hárította el, hanem bűnrészesítette az MSZP és az SZDSZ frakciót. A Fidesz akkori kérésére, talán a jó emlékű nézők, vagy a jó emlékező tehetségű nézők emlékeznek, név szerinti szavazást kért. Tehát megvan videón, hogy az összes MSZP-SZDSZ-es képviselő nevével bemondta, hogy támogatja Gyurcsány Ferencet, és nem akarja megvonni a bizalmat. Mi lett ebből? András már utalt rá, Fideszes kétharmad 2010-ben, tehát igazságos lenne, vagy lehetett volna, hogyha börtönbe kerül Gyurcsány Ferenc, de így a nemzet érdekének többet tett, hogy a baloldalt szétverte, tehát valahol mégiscsak, ha nem is a felelősséget vállalta, de következménye lett a cselekedetének. Már ez a bűnrészesség ez nem is ott 2006 őszén alakult ki, hanem már május 21-én talán?
amikor a beszéd elhangzott? A kampányban már kialakult, mert tudták jól, hogy hazudnak. Amikor beismerte, hivatalosan kialakult, de oda rakhatjuk 2006. október 23-át, amikor a rendőrök agyba főbe verték a Fidesz nagygyűlés közönségét. Jó, magam is futottam a könyvgáz elől, mert egy 56-50. Évfordulóján egy politikai nagygyűlésen részt vettem. Tehát ez az ember arról beszél, hogy ő felelősséget vállalt? Hát ne vessük már ki magunkat. Az igazi nagy markáns különbség azon túl, amit elmondtatok, az abban van, hogy Gyurcsány Ferenc úgy gondolja, hogy az a parlament, aki mögötte áll egy többségi baloldali frakcióval, ő kell, hogy a saját felelősségét megszavazza vagy leszavazza. Miközben, amit most láttunk Novák Katalintól és Varga Judittól, az egy belső erkölcsi iránytűből fakadó lépés megtétele volt, ahol egy nagyon komplex összetett helyzetben, és mindannyian szerintem a nap nagyon sok órájában azon kattogtatjuk a saját elménket, hogy hogyan lehetett volna ezt egyáltalán megelőzni, vagy mit lehetett volna másként és jobban csinálni ahhoz, hogy ezt a két vezéráldozatot el tudjuk veszteni, el tudjuk kerülni, de ők egy saját belső késztetésből tettek meg egy lépést. Na most ez az, ami nyomokban nem látszik a baloldalon. Az, hogy én felajánlom a parlamentnek, hogy mondja meg tőlem a bizalmat, miközben az én kezemből leszik mindenki abban a baloldali konglomerátumban, MSZP-i frakcióban, akik engem miniszterelnökként megválasztottak, mert hogy akkor őt persze épp, hogy csak tavasszal 2006-ban megválasztottak, de előtte Medgyessy Péter eltávolításával került ő hatalomra. Tehát ebben az egész helyzetben ez szerintem az igazi nagy markáns választóvonal. És arról is nagyon sokat beszélünk, hogy Gyurcsány Ferenc vajon jót tesz-e a magyar közéletnek, vagy nem tesz. Én meg vagyok győződve arról, hogy nem tesz jót. Politikailag, makropolitikai szinten hasznot hajt a jobb oldalnak, mert egyrészt szétvert állapotban, széttagolt állapotban tartja a baloldalt, a csak egy maradhat, de mégsem akar vele sok mindenki közösködni alapelve alapján. De azért az a fajta erkölcsi mélyrepülés és zuhanás, amit ő nem csak 18 év óta, hanem ahogy ő hatalomra került és megszerezte az állami vagyont a rendszerváltás idején, amiből tulajdonképpen a saját politikai erőterét most fönntartja, ez egy olyan mélyen mérgező része a mai magyar politikai közéletnek, amitől azért idővel nagyon jó lesz megszabadulni. De Gábor, ne tegyünk már úgy, mintha csak Gyurcsány Ferenc lenne ilyen a bal oldalon. Ha ő távozna véletlenül, bár láthatóan az elmúlt 18 évben ez nem jutott eszébe, akkor itt maradna a bal oldal, és a bal oldal ugyanilyen, tehát Arató Andrással kezdtük el, ő is egy baloldali megmondó ember, ő itt maradna, és a színvonal nem változna. És hogy kivel folytatjuk, mert azért a jóistennek van humorérzéke, mert itt van nekünk sajnos ez a lemondási ügy, de ezzel párhuzamosan valóban Arató András ügye, Gyurcsány Ferenc nyilatkozata és Fekete Győr András ügye is, mert szerencsére azzal együtt, hogy ugrálnak a felelősséget vállaló jobboldalhoz köthető politikusokon, ezt a tempót dicséretesen megspórolják akkor, amikor a sajátjaiknak kellene egyértelmű válaszokat adni. Most kiderülhet, hogy a baloldalon a bíróság által kimondott bűnöknek van-e következménye. Így reagált Holik István a bíróság ítéletére, mely szerint Fekete Győr Andrást börtönbüntetésre ítélték. A Momentum korábbi elnökét és pártársát, Szarvas Koppány Bendegúzt másodfokon hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt bűnösnek mondta ki a bíróság. A két liberális politikus 2018. decemberében az Országház előtt tartott tüntetésen a rendőrökre támadt. Két alkalommal is pirotechnikai eszközökkel dobálták meg a parlament épületét biztosító rendőröket. Mi lesz Fekete Győr András útja? Másodfok az már jogerős, tehát még lehet vinni a kúriához a dolgot, de erősen kétséges, hogy azon akkorát változtatnának. Gyáva és galát cselekedett volt füstbombát dobálni a rendőrökre, és azt kapta a Fekete Győr és társa, amit megérdemeltek. Normális demokrácia, ezzel ennek a politikusnak a karrierje befejező. Amúgy is egy bukott politikus, mert hülyeséget hülyeségre halmozott. A roller megfürdetése sem segített a karrierjén. Nem, biztos, hogy nem fogják támadni, talán nem fogják védeni sem, mert annyira azért nem jellemes a baloldal, hanem megpróbálnak hallgatni és szép csöndben elfelejteni őt. Számít ez egyébként? Nem tudom, Ágoston, hogy lehet, hogy András, te mondtad, hogy azért itt a jobb oldalon, itt,
itt most sok szempontból vezéráldozat történt. Tehát itt azért a jobboldali, jobboldali erő, tényleg ez az összszellemi szürke állománynak jelentős részét sikerült most kimetszeni a jobboldalból. Nyilván a baloldalon, vagy balliberális oldalon Fekete Győr András kiesése Momentumból összehasonlíthatatlanul kisebb áldozat lenne, feltételes módon maradva, mint amit most a jobboldal elszenvedett. Hát egyetértem Andrással, Fekete Győr András már rég megbukott. Tehát ez, hogy a magyar jogállam ugyan nagyon jó állapotban van, de a jogállamisághoz sajnos hozzátartozik, hogy lassan születnek ítéletek. És ezért most ért a végére ez a folyamat, bár még a kuriárhoz el lehet menni, de itt a ítélet egyértelmű. Addigra, ez alatt a néhány év alatt már végeérvényesen megbukott Fekete Győr András. 22-ben ő lett a friss Momentum frakciónak a frakcióvezetője néhány hétig. Tehát már akkor kiderült a saját pártja számára, ami egy 5%-os párt, hogy ennek a jó embernek nincs meg egy ilyen kis párt irányításához sem a tehetsége. Egyébként még itt a jobboldali vezér áldozatokról két szót hadd mondjon az ember, mert szerintem ez foglalkoztatja valójában a legjobban most a társadalmat. Kettő gondolat, az egyik az, hogy itt egy nagyon határozott, a közösség érdekét az egyéni szempontok elé helyező döntés született. Itt az egyéni konzekvenciákat sem vonják le a baloldaliak, de az, hogy valaki a közösség érdekét fontosabbnak tartsa, annál, hogy neki mire van szüksége, ez tényleg nagyon nagy tiszteletet érdemel. A másik pedig az, hogy én azt remélem, mélyen elemezve Novák Katalinnak a beszédét, hogy ez nem egy életuknak a vége. Varga Judit ugyan azt mondta, hogy a közéletből távozik, de Novák Katalin azt mondta, hogy államfőként utoljára szól a magyarokhoz, és azt mondta, hogy kellenek a nők a közéletben. Én hiszem és remélem, hogy ebben a erkölcsileg helyes, tisztességes, a közösségi érdeket előtérbe helyező döntésben benne van egyszer majd a folytatás lehetősége. Már ez Varga Juditnak is benne lehet. Ha akarja, akkor szerintem a jobb oldal nagyon-nagyon örülne, ha mind a két tehetséges, népszerű, nagyon szorgalmas és kiváló munkát végző politikus, ha egyszer visszatérne, de erre senkit kényszeríteni nem lehet, és nem is holnap történne ez, hanem egyszer majd megvan a lehetősége. Hiszem és határozottan vallom, hogy azok, akik a személyes konzekvenciát levonják, azok ezzel megtisztulnak, és joguk van a közéletben, amikor akarnak visszatérni, és újra a választók elé állni, szemben Gyurcsány Ferencekkel, akik soha, de soha nem vonták le a személyes követ. Ez a fontos félmondat, hogy a választók elé állni, mert a választó dönt, akár így szavazáson, bárhol, és hogyha a választó úgy dönt, a tömeg úgy dönt, hogy Varga Juditnak, Novák Katalinnak ugyanúgy helye van még a közéletben, akkor azzal senki nem tud mit kezdeni a balliberális oldalon. Választhatsz, hogy Fekete Győr Andrásról vagy Novák Katalinról akarsz beszélni, Gábor? Sokkal szívesebben beszélnek Novák Katalinról, teljesen egyértelmű, de Fekete Győr András arckifejezését nézve, ahogy az ítéletet hallgatta a bíróságon, ugyanazt a picit lefagyott, de még mindig pökhendi mosolyt láttam, ami egyrészt őt nem tartóztatja meg attól, hogy a demokráciát egészen más, sajátságos, momentumos módon értelmezze, hogy az alkotmányosságot és a magyar alkotmány hagyományait milyen módon értelmezze. Hát amióta ők tulajdonképpen a saját politikai karrierjüket elkezdték az Olimpia mozgalommal, ahol egy egészen ótvaros módon fúrtak meg egy nagyon nemes ügyet, azóta ők elhiszik magukról azt, hogy ők a magyar politikai életben tulajdonképpen egyfajta fenegyerekként, ami már rég nem igaz, mert kiderült róluk, hogy sokkal kevesebb spiritus van a csapat mögött, mint amit ők talán saját magukról gondolnak. Ők mindent megtehetnek. Ugye fogunk ma talán még beszélni a köztársasági elnök jelölt állításokról is. Abban is ők próbálnak egyfajta ilyen áldozat szerepbe a nem létező, általuk nem létezőnek mondott magyar demokrácia és a kormánypártok elnyomása áldozataiként feltűnni. Szerintem Fekete Győr titokban talán még örül is annak, hogy őt elítélték most, mert újjal lehet mutogatni majd a kormánypártokra, akiknek majd az ellenzéki oldalok elmagyarázzák, hogy a bíróság a zsebükben van. Az a bíróság, aki
egyébként olyan ítéletet hozott ebben az egész pedofil ügyben, amiről most a két lemondás kapcsán beszélünk, ami teljesen keszekusza és abszolút értelmetlen az első, másod és harmadrendű vádlott ítéletei ügyében. Tehát a bíróságok számtalan ponton kiderült, hogy pont nem hatékonyan tudják nagyon sok esetben segíteni a magyar demokrácia fejlődését vagy alakulását, de ezekben az ügyekben inkább nem menjünk mélyebbre. A Fekete Győr András szerintem nem fog lemondani, és el fog indulni a következő választás. Szerintem a bíróságoknak nál azt rögzítsük, hogy függetlenek. Persze. A kormánynak nincs felelőssége. Lehet, hogy Fekete Győr András ezt fogja mondani, de mivel akkor nevezzük még egyszerűen a nevén, ami történt, ez kommunista tempó. Tehát ha egy politikus erőszakot alkalmaz a politikai munkájában, az kommunista tempó. Gondolkodtam rajta, hogy citáljuk-e itt a beszélgetésbe azt a magyarázatot, amit Fekete Győr András adott az ő sportmúltjával kapcsolatban, hogy ő pontosan tudta, hogy hova ejti azt a füstgránátot, de nem menjünk el ebbe az irányba, viszont földobtad a labdát, Gábor, úgyhogy menjünk is ezen az irányon tovább a hátralévő néhány percünkben, mert addig is, amíg saját politikai teljesítményt nem tudnak letenni az asztalra, felvesznek onnan mindent, akár azt is, amin már 30 éves porréteg van. A Momentum mozgalom elnöksége úgy határozott, hogy a Momentum és annak frakciója nem vesz részt a köztársasági elnök jelölésének parlamenti folyamatában. A szabadság szerető embereknek meg kell adnunk azt a lehetőséget, hogy közvetlenül válasszanak köztársasági elnököt. Ez a Momentum követelése, jelezte a Momentum. A közös államfő választást több ellenzéki párt is követeli. Ugye sokszor Európára hivatkoznak, de Európában azért ott van közvetlen elnökválasztásról, prezidenciális rendszer van. Nem tudom, hogy ezen a balliberális közelben, vagy körön, hogy mondjam, számon lehet-e kérni, vagy el lehet-e tőlük várni, hogy akár a saját szellemi holdudvaruknak az írásait olvassák. Én Szentpéteri Nagy Richárdot azért javasolnám nekik olvasgatni. Ő azért sok helyen értekezett a alkotmányos monarchia, parlamentáris köztársaság és a prezidenciális köztársaság mibenlétéről. De innen jön mégis állnai van az én kérdésem, hogy érdemes-e ezt ezen a szinten megnyitni, vagy itt napi másodperc alapú politikai haszonszerzésről van csak ez szó. Ők beismerték a saját súlytalanságukat. A kutyának nem fog hiányozni az, hogy a Momentum nem vesz részt a parlamenti szavazáson, egyáltalán nem. Nincs jelentős, hogy ott vannak, vagy nincsenek ott. Ezért előre menekülnek, és előre bejelentik, a saját jelentéktelenségüket próbálják meg valamilyen gesztusnak beállítani. Valóban nagyon pontosan elmondtad, ez a dolog lényege. Magyarországon miniszteriális demokrácia van, nálunk erős miniszterelnök és gyenge köztársasági elnök van, ez kezdettől fogva így van. Népszavazással is megerősítették a választók 1990-ben ezt a döntést. És pont. Tehát mindig a parlament választ köztársasági elnököt, most is ez fog történni. Szerintem nagyon csekély a valószínűség, hogy bármelyik jobboldali vagy baloldali parlamenti képviselő egy könnycseppet elmorzsoljon azért, mert a momentumosok nem lesznek ott, nem fognak hiányozni. Csak csatlakozni tudok. A baloldal mindig akkor követeli, hogy legyen közvetlen államfőválasztás, amikor nincs hatalmon. Amikor Gyurcsány Ferenc például irányította ezt az országot, vagy legalábbis miniszterelnöke volt az országnak, akkor nem jutott eszébe ez az ötlet. Megint csak egy kis politika történet, 2005-ben a saját pártársát, Szili Katalint fúrta meg ugye az elnök választáson, és ugyan a hatalom érdekében az MSZP-t és az SZDSZ-t össze tudta tartani, de Szili Katalin mögött mégse tudta ezt megszervezni, és akkor is mondhatta volna ő is, meg a momentumosok akkori szülei, akik az SZDSZ-ben politikai értelemövet szülei, akik az SZDSZ-ben kormányoztak, hogy legyen közvetlen államfőválasztás, de nem mondták. Ilyen komolyan kell venni ezt a javaslatot, azaz rögtön el is felejthetjük. Ha a momentumosok komolyan gondolják, amit mondanak, akkor kezdjék Németországba és Olaszországba. Ott is parlamentáris szervezetek választják az államfőt. Ott is az államfőknek nem elsősorban hatalmi jelentősége van, vagy a hatalmi struktúrában van jelentősége, hanem az államot képviselő nemzetközi szereplők, a legfőbb diplomaták, mint a magyar államfő. Ezért született ez a döntés. Ha Németországban és Olaszországban a változást ért el a Momentum, szerintem utána jelentkezzen, és újra megnyithatjuk a kérdést. A köztársasági elnök funkciójának Magyarország esetében, vagy a magyar nemzet esetében azért az európai gyakorlathoz képest van egy
egy többlet jelentése. Ugye a köztársasági elnök testesíti meg a nemzet egységét, és ezt kell neki valójában képviselnie. És hogyha megnézzük a köztársasági elnökeinket, most Göncz Árpádot megpróbálnám félretenni, mert ő tényleg egy politikai manipulációnak volt az eszköze, de tulajdonképpen bárki, aki köztársasági elnöki feladatot vállalt és megválasztották, ezt a feladatot sikerrel teljesítette. És én itt Sólyom Lászlót, az ő nemrég meghalt életútját figyelve a temetésén olyan gondolatok hangoztak el, amelyek azt emelték ki, hogy ő bár nagyon kritikusan viselkedett egy olyan kormánnyal szemben, aki nem feltétlenül teljes egészében tükrözte az ő politikai krédóját, de olyan határokat soha nem lépett át, ami ezt a fajta köztársasági elnöki mandátumot, vagy küldetést, vagy a nemzet egységének megteremtését korlátozta volna. Na most ebben a tekintetben képzeljünk el egy Momentum által favorizált köztársasági elnök választást, ahol ez a személyiség, vagy ez a gondolat, ez egy választási kampány ócska kommunikációs szlogenjeinek tudhat áldozatul esni. Tehát nem véletlen az, hogy a magyar rendszerben nem a nép választja a köztársasági elnököt. Tartunk itt most néhány perc szünetet, utána nézzünk, hogy Fekete Győr András országgyűlési képviselővel még aztán folytatjuk a következő témákkal. Álomszövő. Ötleteket vár karácsonyon a nagykörút átalakításához. Apadás. Ukrajna kifogyóban a hatra fogható emberekből. Álomszövő. Ötleteket vár karácsonyon a nagykörút átalakításához. Apadás. Ukrajna kifogyóban a hatra fogható emberekből. Jó estét, folytatódik a vezércikk Bencsik Andrással, Móczár Gáborral és Mráz Ágoston Sámuellel, és azzal a Karácsony Gergellyel, aki a felelősséget is mindig máshol keresi, de cselekedeteihez is kívülről vár ötleteket. A főpolgármester már megint ötleteket vár arra vonatkozóan, hogy miként alakítsák át a nagykörutat. Mi emlékszünk rosszul, vagy ezt már 3 évvel ezelőtt is megkérdezte, és utána végül hozzá sem nyúltak a feladathoz? Teszi fel a kérdést a Fidesz Budapest a közösségi oldalán. Majd megjegyzik, úgy látszik a főpolgármester is érzi, hogy Gyurcsány Ferenc legszívesebben lecserélné valaki másra, ezért veti be a nagy szavakat és terveket, hát ha a gazdája nem veszi le róla a kezét. Hát azért most Ágostonhoz fordulok első sorban, hogy Karácsony Gergely azokat a napokat sem tudja igazán kihasználni politikailag, amikor a politikai közbeszéd elterelődik róla? Igen, én ezen gondolkodtam, hogy így 4 hónappal a választások előtt felébredni látszik Karácsony Gergely, és valamit végre legalábbis úgy látszik, mintha csinálna. Természetesen a választásokig semmi nem lesz a nagykörút felújításából, ez csak a klasszikus, hogy lehet róla beszélni, hogy majd ő egyszer talán csinál valamit. És ezzel is ugye egyetlen egy célja van, hogy ne a Lánchídról legyen szó, meg a hídpénzbotrányról, mert azok nagyon kellemetlen ügyek. Mai napig nem tudjuk, hogy lett 500 millió a dobozaiba az Egyesületének, mai napig nem tudjuk, hogy Wigmore a híd és Lánchíd felújítás környékén mi történt pontosan. És most úgy tesz Karácsony Gergely, hogy beszéljünk valami másról, és ezért azt a látszatot kelti, mintha dolgozna. András? Én emlékszem egy réges-régi tervre, hogy a nagykörút helyén azt képzeltek, hogy a Dunát kellett, tehát ilyen Velence minta, és akkor hajok. Nehogy-e. Nem akarok neki segíteni, félreértés ne legyen. Tehát, de azt mondaná rá, hogy nem kap pénzt a kormányt. De például ez lehetne kombinálni, hogy legyen egy Duna csatorna, de a két partján biciklizni lehessen. Szóval kb. Ilyen színvonalú ez a gondolkodás. Karácsony nem, hogy előre vagy hátra menekül, Karácsony Gergely egyszer teljesen súlytalan, komolytalanná vált. Ez a butaság, hogy mi legyen a nagykörúttal, ez azt mutatja, hogy neki valószínűleg fogalma sincs arról, hogy mit kell csinálni egy főpolgármester. Lehetséges, hogy most életében először dobókockázott vagy keresztletvényeket fejtett, és így fölemelt azt a kis tekintetét, hogy Jézus Mária, gyerekek, ez a Budapest, valamit ki kéne találni, hogy jön a választás, és ennyire futotta. Ez tényleg az a helyzet, hogy Karácsony Gergely és kampánycsapata az két dolgot igyekszik megemelni az elmúlt években, az egyik valójában a Lánchíd, aminek egyébként a felújítását nem ők kezdték el, a másik meg mondjuk a BKK.
a BKV egész pontosan, aminél meg szintén halljuk a botrányokat, tehát egyelőre 2-ből 0. Valahogy a Blahalúza teret még bocsánat, ide lehet csatolni, de az sem egy oázis, nem így képzeled el az oázist, hogyha jársz oázisnál. Igen, egy marsról ide pottyant Budapest fenn, aki érdeklődik a főváros ügyei iránt, hirtelen azt érezheti, hogy a főváros tulajdonképpen csak a közlekedésről szól. A közlekedéshez kapcsolódó beruházásokról, döntésekről, szervezésről, közösségi közlekedés vagy autósok, gyalogosok, kinek kell kérdezni, kinek nem kell kérdezni. És hát a Budapest azért ennél sokkal több. Most, hogy milyen szándékkal csapott ebbe bele, én kételkedem abban, hogy a cikkben megfogalmazott állítás, hogy Gyurcsány Ferenc figyelmét fel akarja kelteni, hogy akkor mégiscsak vegye őt komolyan, mint lehetséges főpolgármester jelölt. Talán nem ez vezérli őt abban, hogy ebbe a kérdésbe ismét belevágott. El akarja terelni a Lánchídról a szót, és minden más egyébről. De hogy miért egy olyan témához tér vissza, amivel tulajdonképpen 3 évvel ezelőtt sem aratott különösen nagy sikert, és ugye tudjuk, hogy ezek a szavazások, amiket ő, hogy hívták ezeket a közéket, a lakógyűléseken, ugye számtalan kis bejött javaslatra adtak marginális pénzeket, ráadásul minimális szavazatszámok alapján támogattak ilyen projekteket, mint például a Szent István körút biciklisávjának létesítése, hogy ezzel az egész főváros közösségét hogyan tudja megszólítani. Az látszik, hogy bármennyire is ma már egyértelműen a fővárost és az agglomerációt közlekedési szempontból egyben kell kezelni, és ez szinte rajta kívül mindenki vallja, aki ezzel érdemben foglalkozott. Ő még mindig el van akadva ott, hogy ő nem jár autóval, és a tömegközlekedéshez kapcsolódó fejlesztések, felújítások, hogyan tudjak még a Budapesten lakó, nem autóval közlekedő polgártársaimnak valami jót tenni, ez azért egy borzasztó korlátozott. De Gábor autóval járt, tehát ez egy hazugság, hát rengeteg képen láttuk, hogy néha buszával. Na jó, de nem ezt mondja, tehát ő abból indul ki, hogy ő a kisember főpolgármestere, aki villamoson és buszon közlekedik. Farizeus ez ugyanúgy, mint sok minden. Érdekes, hogy ezt a lakógyűlést említetted, lehet, hogy az egyes lakógyűléseken pára részt vesznek, de volt néhány hónappal, lehet, hogy most már egy évvel ezelőtt egy nagy budapesti közmeghallgatásról, talán a Hír TV és még valamelyik televíziótársaság kamerája volt jelen, aztán 10 perc után érdeklődés hiányában berekeztette az ülést. Folytassuk lapajánlóval, kapcsoljuk a Demokrata szerkesztőségét, Bándi Péter lapszerkesztőt. Szervusz Péter, mit ajánlasz a következő számotokból? Szervusztok! A Demokrata heti lap szerdai számának címlap interjúja Soltész Miklóssal, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárával készült. A kereszténydemokrata néppárt alelnöke a beszélgetésben azt mondta, akárhogy ütnek, megőrizzük céljainkat. Lapunkban emellett egy közelmúltbeli eset kapcsán azzal is foglalkozunk, milyen a bírói ítélkezés a jogos védelemről szóló ügyekben. Péter, köszönjük szépen. Hát a szomszédunkban zajló háborús konfliktus sajnos ma sem maradhat ki híreink közül, ezzel megyünk tovább. Sebesült és halott ukrán katonák nyomába eredte a brit hírportál. A BBC jelentése szerint egyre nehezebb helyzetben van Ukrajna, miután finoman szólva sem özönlenek az önkéntesek a harcmezőkre. A katonák többsége vagy meghalt, megsérült, vagy még mindig a fronton rekedt. Ukrajna teljesen kimerült, egyszerűen kifogyóban van a hadrafogható emberekből. Azért ezt a mondatot, ami a BBC most citált írásának utolsó mondata, ezt 2 éve nem halljuk nyugatról, hogy előállhat ez a forgatókönyv, hogy Ukrajna kifogy, és az eddig küldött muníció nem elég. Valószínűleg majd úgy fogják tanítani, hogy ez volt a történelem legerköstelenebb háborúja, ahol a nyugat az ukrán férfiak életét áldozta fel egy valamilyen elképzelés megvalósítására. Tehát ebben a mondatban valami egészen hátborzogató cinizmus van, hogy Ukrajna lassan kifogy a katonákból, pedig nekünk még lenne egy kis pénzünk, meg még lőszert is tudnánk küldeni, de már nincs, aki harcoljon helyettünk. Kapkodom a levegőt. Tehát ez a gigantikus történelmi léptékű cinizmus, ez elborzasztja az embert.
Hadd emeljek be Ágoston egy másik szállat, Tucker Carlson interjúját. Nem tudom, hogy most hogy áll a felvételünk időpontjában. Aztán 200 milliós megtekintés talán már átlépte, ugye? Tehát, hogy Tucker Carlson interjúja Vladimir Putyinnal arra volt-e jó, kérdezem, hogy Putyin el tudta mondani, hogy van békeforgatókönyv? Mert ezt azért a nyugati média elhallgatja. Így van. Szerintem ez volt a fő üzenete az orosz elnöknek, hogy kompromisszumot hajlandó kötni a tárgyalóasztalhoz, hívja a nyugati feleket, elsősorban és legfontosabban az Egyesült Államokat, mert tudja, hogy ezt nem Ukrajna fogja eldönteni, hogy ennek a háborúnak mi a folytatása. Sajnos a csillagokból azt lehet kiolvasni, hogy ez a következő hetekben, hónapokban nem fog meghallgatásra találni, még hogyha minden józan ész szerint ez lenne a helyes irány, és borzalmas látni nap után a meghaló embereknek a százait. Joe Biden semmi jelét nem adta, hogy a kinyújtott kezet el akarja fogadni. Ezért Donald Trump-ba reménykedett mindenki, aki azt szeretné, hogy ez a háború legalább fegyverszülettel lezáruljon a szomszédunkban. Én nem akarok rossz adatot mondani, nem, azt hiszem talán, hogy havonta hal meg 30 ezer ember. Nézd, ezt senki nem tudja pontosan. Itt lehet számbűvészkedni, ha egy ember meghal havonta, az is egyel több annál, mint ahány embernek meg kéne halnia. Én vettem egy nagy levegőt, és elolvastam ezt a BBC cikket eredetiben, és az egyik üzenet tényleg ez, hogy elfogyóban vannak a katonák. De a cikknek az egész hangulatából és másodlagos mondani valójából az süt, hogy nyugat, ébredjetek fel. Ugye Oroszország nemrég tette közzé, hogy növeli a hadi kiadásait. A GDP 7,1%-át szeretné Putyin elérni. Tehát akkor itt van a küszöbben a harmadik világháború, és hogyha most mi nem segítünk Ukrajnának, mondja a nyugat, mondja a BBC egyébként egy brit média csatornaként, akik már ugye valamennyire az Európai Unión kívülről figyelik az eseményeket, akkor bizony Oroszország ugyanazzal a narratívával, amivel ugye Magyarországot is próbálták riaszgatni, hogy akkor nem fog megállni Ukrajnánál, hanem le fogja rohanni Európát. Közben meg számtalanszor elhangzott az, hogy Oroszországnak nem a háború a végleges célja, arról nem is beszélve, hogy egy Olaszország méretű hadipart is támogató gazdasági háttérrel rendelkezik. Tehát forrásai pénzügyi szempontból, nyersanyag szempontból vannak, de a teljes NATO-val egy fegyverkezési versenyt nem tudna vállalni vagy tartani. És ilyen körülmények között Ukrajnát továbbra is belehergelni ebbe a háborúba, és azzal fenyegetni, hogy hát ha nem segítünk nekik, akkor az utolsó embert is beáldozzák, de azzal nem foglalkoznak, hogy az utolsó embereket meg kellene menteni Ukrajnában. Ez a végtelenül erkölcstelen. És akkor a cikk hoz még ilyen fiatal életeket, sorsokat. Többek között elsőként egy 24 éves Pavel nevű katonáról beszél, aki sorozási biztos, aki az utcáról gyűjti be az embereket, de azért azt elmondja, hogy ő már az életét kockáztatta, és meg is sebesült a fronton lévő harcban, tehát neki joga van a többieket elérni. És hogy attól akarják az ukrán gyerekeket megmenekíteni, hogy nehogy véletlenül a későbbiekben az apjuk a szemükbe kelljen nézzen, hogy hát nekem el lehetett volna menni katonának, de én féltem és elbújtam az ágy alá. Tehát itt valahol egy elvtelen mocskos zsarolásról is szól. Ha szabad, annyit hadd fűzzek hozzá, hogy amit mondtad, nagyon fontos az információ, 200 millió. Tehát a nyugati propaganda úgy tűnt, hogy mindegy úthenger mindent letol maga előtt, és mindenkinek átmossa az agyát. És akkor elkészül egy interjút, Tucker Carlson beszélget Vlagyimir Putyin elnökkel, és ezt látja 200 millió ember. Vagyis a világ egyik legnagyobb nyilvánosságát érte el az interjú, és ezt az egész nyugati hazugság rendszert gyakorlatilag elsöpörte, mint amikor a tavaszi szél kifújja a büdöset a házak közül, mert ez egy teljesen más attitűd, és megadta nekünk Tucker Carlson azt a lehetőséget, hogy azt a véleményt is figyelembe vegyük, és ennek alapján elgondolkodjunk azon, hogy tulajdonképpen miért is kell meghalnia ennyi ukránnak? Mi is ennek az egésznek az értelme és a célja? Bár ugye Tucker Carlson interjú, és tulajdonképpen ez a BBC interjú is, vagy riport inkább azt mutatja be, vagy próbál egy ilyen más árnyalatot adni már ennek az ügynek, mint hogyha készítenék elő a béketervet. Nem maradt több időnk ezen az estén. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek közösen gondolkodni közös dolgainkról. Köszönöm a
Nézőinknek is a figyelmet, holnap Dézsi Zoltán, Molnár Miklós és L. Simon László társaságában folytatjuk. Adásainkat megtalálják a Hír Televízió weboldalán és a videó megosztó oldalakon. Megtiszteltek, ha minket választottak. Viszontlátásra!